Looks mighty good to me, 'cause Tootsie Rolls are all I see. Kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét. Sziasztok! Köszöntelek újra itt a csatornámon. Tavaly, amikor elkezdődött a pandémia, elkezdtem egy SIP nevű telefonos applikáción keresztül dolgozni. Ez az applikáció arra szolgál, hogyha valakinek nincs ideje, vagy éppen nem szeretne boltba menni, akkor például én, mint úgynevezett shopper, bevásárolok neki, és házhoz viszem a bevásárló listáját, amiért én fizetést kapok. Erről a Shipt-ről, valamint a többi hasonló telefonos applikációról már írtam a blogomra bejegyzést, melyet majd a kommentek közé alulra becsatolok nektek, és el tudjátok olvasni, hogyha többet szeretnétek ezekről megtudni, hogy mi is ez, és hogyan is működik itt az Egyesült Államokban. És így ezeknek a bevásárlásoknak az alkalmával vettem észre mindazt a dolgot, akár élelmiszert, akár háztartási terméket, melyeknek a létezéséről bár tudtam, de valamiért az elmúlt 9,5 év során nem vásároltam meg őket, nem voltak olyan érdekesek számomra, hogy a mindennapi életem részeit képezzék. Így most úgy döntöttem, hogy olyan amerikai édességeket és üdítő italokat szeretnék megkóstolni, amelyeket elég gyakran rendeltek ezeken az appeken keresztül, viszont én személy szerint az elmúlt közel 9,5 év során soha nem kóstoltam még meg. És mivel ugye első alkalom lesz, hogy ezeket a termékeket megkóstolom, úgy gondoltam, hogy felveszem ezt nektek egy videó formájába, hogy valódi, őszinte reakciót lássatok ti is, hogy milyenek ezek a termékek, nekem hogy ízlenek. Tartsatok velem a Target nevű üzletbe, ahol együtt most megvásároljuk ezeket a termékeket. Én imádom a Targetet, nagyon jó termékeket lehet itt kapni, és nagyon barátságos áron. Itt a bejáratnál van egy úgynevezett dolláros rész, ahol 3 és 5 dollár között lehet termékeket vásárolni. Na de ez a videó nem ezekről, és nem erről az üzletről szól. Menjünk és keressük meg ezeket az amerikai édességeket és üdítőitalokat. Össze is szedtem mindent, amit akartam. Menjünk akkor fizetni, és otthon megkóstolom ezeket a dolgokat. Haza is érkeztem, nézzük akkor meg ezeket az üdítőket és édességeket, hogy milyenek, hogy ízlenek nekem, mert valóban nem kóstoltam még őket soha, úgyhogy
valódi, őszinte reakciókat fogtok látni az arcomon. Az első ilyen dolog, amit megkóstolok, az nem más, mint ez a krémesített pillecukor, amit már megbontottam egy kicsit. Ennek az az érdekessége, hogy ezt én, mikor 9 évvel ezelőtt megérkeztem ide Amerikába, akkor láttam, hogy az amerikai kollégáim ették a szállodában, ahol dolgoztam, és ezt úgy kell enni, hogy kenyérre kenik, és úgy eszik meg. Én ezt soha nem vettem még meg, és nem is kóstoltam meg, mert egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy a pillecukrot kenyérre kenve együk, mint egy sajtkrémet, úgymond. Tehát a maga az állaga is ilyen krémes, mint láthatjátok. Az illata is elég édes. Akkor most rákenem kenyérre, és megkóstolom. Tehát akkor itt van a pillecukrunk, a kutyám mellettem természetesen már kajáról van szó, és a pillecukor kenyérre rákenve. Akkor most megkóstoljuk, hogy milyen. Pillecukor kenyérem. Tehát a kenyér íze keveredik a krémes pillecukorral. Érdekes kombináció. Nem hiszem, hogy nagyon fogom enni, te se fogod enni. Nem. Nem rossz, nem is jó. Egy olyan 10-es skálán azt mondanám, hogy egy olyan 3,5-et adok neki, mert nem, tényleg nem rossz, csak olyan érdekes, hogy kenyér és krémes pillecukor. Következő ilyen édességünk úgymond, amire sokan azt hinnék, hogy halloweeni édesség, pedig nem az. Valószínűleg gondolom a kinézete miatt már narancsárga. Ez a candy corn. Ezt elég sokan rendelték ezen az applikáción, amit említettem a videónak az elején. Én ezt még soha nem kóstoltam. Megnézzük, hogy milyen íze van. Kibontottam az acskót. Maga a candy corn egy ilyen kis háromszög alakú édesség. Az állaga elég kemény. Én azt hittem, hogy ilyen gumicukrosabb lesz, de elég kemény. Akkor most megkóstoljuk. Nekem egy kicsit hasonlít az állag, amikor összerágom a tejkaramellára. Tehát, hogy olyan összerágni, mint a tejkaramellát. Ízre nem rossz. Nem túl édes, tehát nem az a tipikusan erősen édes cukorka, nagyon könnyű összerágni. Nem rossz. Következő ilyen dolog, amit meg fogok kóstolni, ezek ilyen gyümölcs darabkák, amelyek a kompóthoz nagyon hasonlítanak. Elvileg ilyen édes szirupban vannak benne. Ezt gyerekeknek szokták adni snackként, tehát 10 óraiként vagy uzsonnaként. Nekem egy kicsit olyan furán néz ki, de megnézzük. Ki is bontottam a dobozból, láthatjátok, ilyen kis poárkában van. Számomra nem túl bizalomgerjesztő a látványa, de megnézzük. Most kibontom. Barackszaga van, de olyan, nincs ez lejárva. Elvileg jövő augusztusig, jó? Barack szagú, de olyan érdekes. Hoztam egy villát. Tehát ilyen vizes lében ázik a barack. Szerintem csak egy picikét veszek ki, mert én ezt biztos, hogy nem adnám a gyerekemnek. Nem vagyok anyuka, de én ezt nem adnám. Nem. Barack íze van, tehát barack
van benne, de talán egyszer megehető, hogyha nagyon-nagyon éhes az ember, és nincs semmi kéznél. Nekem nem ízlik. Nem édes, tehát nem ez a túlzottan édes, cukros valami, de nekem ez nekem személy szerint nem jön be. Következő ilyen dolog, amit szintén nagyon sokan rendelnek, az nem más, mint ez az Arizona tea, amelyet szintén soha nem kóstoltam még. Nem vagyok egy nagy ilyen ice teás, de amikor iszok, akkor általában ilyen szóda automatából szoktam, tehát nem tudom, hogy milyen lehet. Ez elvileg zöld tea, amelyben van ginzeng és méz. Akkor kóstoljuk is meg. Ez elég könnyű volt kinyitni. Zöld tea illata van, tehát az illata az nem rossz. Nem rossz. Zöld tea. Kifejezetten ízlik. Szerintem ilyet fogok venni, mert ez jó. Ez ízlik. Következő ilyen dolog, amelyet sokat rendeltek, amikor még shipteztem, valamint filmekben és sorozatokban is gyakran feltűnik, az az úgynevezett Funyuns nevű chips, amely elvileg úgy néz ki, mint egy sült hagyma karika, de ugye chips lenne, viszont ahogy a címke is mutatja, sült hagyma íze van. Én nem nagyon szeretem a sült hagymát, úgyhogy erre nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen íze is van valójában. Akkor ki is bontom. Nincs hagyma szaga, átlagos chips szaga van. Tehát így néz ki, mint egy sima hagymakarika. Nem rossz ízre. Engem leginkább a hagymás tejfölös chipsre hasonlít az íze. Nem rossz. Nem tudom. Szerintem ezt eddig azért nem kóstoltam, mert tényleg nem szeretem a hagymakarikát, a sült hagymakarikát, és azt hittem, hogy tényleg olyan íze lehet, de nem. Egész jó. Következzen a tucciról. Így néz ki. Amelyet általában Amerikában a szegények édességének szoktak hívni, mert elég olcsó, viszont sok van benne. Lehet kapni különböző méretekbe, én most ezeket a nagyobbakat vettem meg. Fogalmam sincs, milyen íze lehet, milyen állaga lehet. Még soha nem kóstoltam. Így néz ki. Hasonlít, mintha egy csoki lenne, de ragacsos. Ragacsos, mint egy karamella. Állagra olyan, mint a tejkaramella. Ilyen ragadós. Tehát az a tipikus, beragad a fogad közé édesség. Ízre leginkább ez a, mint régen volt ez a konzum szaloncukor. Akik elég idősek, azok tudják, miről beszélek. Amikor mindegyik szaloncukornak karácsonykor ugyanolyan íze volt. Tehát érezni az ízén, hogy valóban nem a legjobb minőségű, tehát tényleg ilyen nagyon olcsó alapanyagokból készült, és ilyen ragacsos állagú. Egy olyan 10-es skálán szerintem egy olyan 2-est adnék neki. Következő ilyen édességünk, amely szintén nem túl drága, és elég sokan szokták ezt és a többi hasonló társát is rendelgetni, az az úgynevezett ding-dongs.
Őt sem kóstoltam még meg, mert így kép alapján nekem túlságosan is édesnek tűnik. De most megnézzük, hogy milyen. Hát így néz ki a dingdongunk becsomagolva. Ilyen kerek formájú csokis édesség. Kibontva. Ilyen. Akkor most beleharapok. Könnyű. Könnyű light tésztája van. Nem az a nagyon édes. Nem is az a legjobb minőségű alapanyag. A közepén egy ilyen fehér krém található. Ha nagyon nincs más édesség kéznél, vagy esetleg anyagilag tényleg úgy vagyunk, hogy nem engedhetünk meg magunknak minőségi édességet, akkor meg lehet enni, tehát nem borzasztó az íze, de nem is az a legjobb. Ennek egy olyan 3,5-et adnék egy 10-es. Jöjjön egy ismét Amerikában népszerű édesség, amelyet sokan szoktak rendelni, a Red Vines. Ez ilyen piros színű, gumicukorra hasonlító valami, legalábbis nekem arra hasonlít. Majd mindjárt kibontom, és megnézzük, hogy milyen. Tehát akkor most kibontom. Te nem kapsz. Tehát egy ilyen, valóban ilyen gumicukor kinézetű, de állagra nem olyan, mint a gumicukor. Sokkal könnyebb anyaga van. Hát nekem olyan ízetlen. Nem. Nem igazán. Nem túl, nem édes, abszolút nem édes, tehát nem is tudom az ízét mihez hasonlítani. Túl sok íze nincsen. Tehát tényleg, abszolút nem tudom az állagot, tehát nagyon könnyű szétrágni, tehát pillanatok alatt szétmálik az embernek a szájában. De nem tudnám ezt tenni minden nap, ezt nem is fogom már elnézni. Hát, nekem ez nagyon nem gyere be. Nem tudom elképzelni is, hogy mit szeretnek rajta. Ízlések és pofonok, elég sokan rendelik, nekem nem. Az utolsó ilyen dolog, amit a mai videóra hagytam, egy olyan dolog, amelyet, amíg shipteztem, feltűnően sokan rendeltek ezen az applikáción keresztül, viszont akármelyik ismerősömmel beszéltem korábban erről a dologról, mindenki azt mondta, hogy förtelmes az íze, és abszolút nem tudják elképzelni, hogy emberek ezt hogy tudják meginni. Az nem más, mint a root beer. Ez egyébként nem sör, tehát maga a beer az ne tévesszem meg. Ez egy üdítő ital lenne. Én ezt soha nem kóstoltam meg, és valóban kíváncsi vagyok az ízére, mert ugye megoszlik az én ismerőseim, nem szeretik, a férjem is azt mondta, hogy nem tudná meginni, viszont rettentő sokan rendelték, mint ahogy említettem is. Akkor én most kinyitom ezt az üveget, és megkóstolom. Nagyon kíváncsi vagyok. Nem túl bizalomgerjesztő illata van. Megmerjem én ezt kóstolni? Fúj! Borzasztó! Új! Minden elismerésem annak, aki ezt tényleg szereti és megissza. Én egy nyeletet bírtam belőle inni. Borzalmas íze van. Borzasztó!
fúj. Tehát akkor amelyek tényleg toplistások lettek nálom, az az Funyuns és az Arizona Tea, amelyeket sajnálok, hogy eddig nem kóstoltam meg, és ezen túl fogok belőlük venni. A többi termékkel úgy vagyok, hogy van amelyiket úgy azt mondom, hogy megeszem, tehát mint a Ding Dong is, hogyha nagyon nincs más, akkor megeszem. A Candy Corban, mint említettem, feltűnően kellemesen és pozitívan csalódtam. A Root Beer az nem, tehát az nem. Borzalmas. Ez a gyümölcs darabka, ez aki szereti, szereti, váljék egészségére, ugyanúgy, mint ahogy a krémes marshmallow is. Aki szereti, egye meg, nekem nem lesz a kedvencem, nem hiszem, hogy fogom enni. Szerintem ezt is el fogjuk ajándékozni, ami megmaradt. De most, hogy jártam a sorokat a boltban, láttam, hogy bőven van még olyan termék, amelyet nem kóstoltam meg az elmúlt közel 9 és fél év alatt. Tehát, hogyha érdekel benneteket még ilyen videó, amelyekben amerikai édességeket vagy üdítőket mutatok be, amelyeket nem ittam még, vagy nem kóstoltam még, akkor azt írjátok meg kommentbe. Hogyha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy ne maradjatok le a következő résztől sem, valamint nyomjátok meg a kis csengőt, hogy értesítést is kapjatok róla. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, sziasztok!